Dieses Werk ist sicher von großer Bedeutung. Und ich bin der Überzeugung, dass wir die restlichen Fenster in den nächsten 2-3 Jahren auch fertigstellen werden. Herr Berini, wir haben uns 92 kennengelernt, im vorigen Jahrhundert. Und anfänglich ist direkt aufgefallen, hier in Donauwarisch gibt es viele Plattenbauten, aber keine Kirche. Und das war ja so gewesen, dass seinerzeit in der Nachbarschaft eine Kirche vorhanden war, wohl im schlechten Zustand. Und da haben wir den Pfarrer aufgesucht. Und dieser Pfarrer wurde ja auch später Leiter dieser Kirche. Und seinerzeit haben wir uns schon im Einvernehmen mit ihnen engagiert für den Neubau dieser Kirche. Erfreulicherweise hat man ja auch einen sehr schönen Standort gefunden, um dieses Bauwerk zu erstellen. Sicher mehr. Und man muss feststellen, dass noch sehr viel Arbeit hier ist. Und durch die Fenster gewinnt auch die Kirche. Es wird dann wirklich ein sakraler Raum. Die Atmosphäre wird wesentlich besser. Aber ich denke, wir müssen jetzt sehen, dass die restlichen Fenster, die Hauptfenster an der Seite, dass die fertig werden.2018 végén jelent meg először makettként a Jeszefája mozaik kép makettje a templomba, ami számomra nagyon érdekes és nagyon szép volt. Ezért elhatároztam, hogy ezt a képet mi cégként meg fogjuk csináltatni, és ehhez kértem a tulajdonos Edmund Meisser úr engedélyét, aki nagy örömmel engedélyezte, sőt mondta, hogy ő is részt kíván venni a templom további képeinek szponzorációjában. És így történt az, hogy gyakorlatilag ma már a Meisser Ferosztén kívül Meisser család is adományozója a Golgota című képnek. Én pedig, mikor megismertem a tematikát, akkor rögtön megvillant bennem, hogy szeretném a Szent Lászlót megcsináltatni, és elkezdett bennem ez a gondolat érlelődni. Ehhez megszereztem a családnak a hozzájárulását, egyetértését, hogy a család nevébe tudjuk ezt megcsinálni. Ez a kötődés egyrészt a névből is adódik, hiszen Szent László az én védőszentem, és nem utolsó sorban gyerekkoromban, olyan 5 éves koromtól nagyon sokat jártam Mátraverebély Szentkútra, ahol ugyancsak egy
komoly hagyománya van a szentlászlói csodatevéseknek. A Szent László képtervét a műteremben láttam. Először Bráda Tibor művész úr műtermébe, aki volt szíves megmutatni a készülő képet, ami mondom se kell, hogy nagyon tetszett. Akkor már kész volt a Golgota, kép is hamarosan beszerelésre várt, és ott beszéltük meg, hogy hogyan legyen a három képnek a szponzorációból fakadóan, hogy ki melyik képet szponzorálja. Mert Meisser úr is szponzorált privátként, ő kapta meg a Golgotát, mint egy általános képet, hiszen neki a magyar szentekhez, szent családokhoz nincs különösebb kötődése. Én szerettem volna a Szent Lászlót, amit a művész úr is jóvá hagyta, gondolom a plébános úrhoz is eljutott. És a harmadik kép pedig, amit az én cégem finanszíroz, az pedig a Szent Pantaleon kép, ami a közeljövőben fog elkészülni.